Ukrajna a gázcsapok esetleges elzárásával politikai nyomást akar gyakorolni Közép-Európára. Erről egy energiapiaci szakértő beszélt a Kossuth Rádióban. Néhány napja derült ki, hogy az ukrán katonák nem csak a legfontosabb gázelosztó állomást, hanem a Gazprom egyik épületét is elfoglalták orosz területen. Kijev hivatalosan azt állítja, hogy nem akarják elzárni a gázt. Elemzők szerint azonban azzal, hogy a gomba az ő kezükbe került, zsarolási helyzetben vannak. Jó egészséget kívánok Szudzsa városából. A híreink a következőek. A várost az ukrán fegyveres erők kontrollálják. Fogalmazott az egyik ukrán katona, miután csapatuk elfoglalta a Gazprom helyi gázelosztóját és irodáját Oroszország területén Szudzsa városában. Az orosz-ukrán határ mellett található szúdzsa stratégiai jelentőségű, nem csak Oroszország, hanem Európa számára is. Itt halad át ugyanis a testvériség földgázvezeték, amelyen éves szinten mintegy 15 milliárd köbméter gáz jut el Európába. Azzal, hogy az ukrán fegyveresek elfoglalták a Szudzsai gázközpontot, lényegében egy gomnyomással elzárhatják a vezetéket, és Európa földgáz nélkül maradhat. Ha pedig leáll az orosz gáz, az elsősorban Szlovákiának, Ausztriának és Magyarországnak okozna problémát. Az ukránok bejelentésével szinte egy időben meredeken emelkedni kezdett a földgáz világpiacjára. ára. Az irányadó holland Gáztősdén az elmúlt hetekben átlagosan 30 euró körüli összeget kellett fizetni egy megavattóra földgázért. Hétfőn reggel ugyanezért a mennyiségért már több mint 41 eurót kértek a kereskedők. A piacot ugyanis nem nyugtatta meg, hogy Ukrajna bejelentette a harcok ellenére folytatódik a gázszállítás Európába. Elemzők szerint az áremelkedésben nem csak a szudzsai állomás elfoglalása, hanem az év végén lejáró orosz ukrán tranzitszerződés is szerepet játszik. Az egyetlen észerű magyarázatta lépés mögött, hogy Ukrajna ezzel elsősorban a közép-európai országokra politikai nyomást kíván gyakorolni. Ukrajna elsősorban Magyarországra és Szlovákiára akar nyomást gyakorolni a két ország békepárti álláspontja miatt. Erről a századvég energetikai és klímapolitikai üzletág vezetője beszélt a Kossuth Rádióban. Kortai Olivér kiemelte, Ukrajna nemrég a barátság vezetéken állította le a tranzitot, amiben szintén Magyarországot és Szlovákiát hozta nehéz helyzetbe. A szakértő szerint Brüsszel asszisztál Kiev lépéseihez, az olajtranszit megtiltásával ugyanis Ukrajna megszegte az Unióval kötött társulási megállapodást, az Európai Bizottság azonban ezt betett kézzel nézi. Brüsszelnek ebben az esetben azonnal egy konzultációs fórumot kellene, hogy indítson, annak érdekében, hogy megoldja a problémát, de nem indította el ezt a konzultációs fórumot arra hivatkozva, hogy az ellátás biztonságot közvetlenül és azonnal nem fenyegeti a lépés. Azon túl, hogy ez erősen vitatható ez az állítás, nem is számít a konzultációs fórum szempontjából, hiszen Ukrajna a társulási megállapodást sértette meg, amiben szó szerint szerepel, hogy a tranzit nem korlátozható. Portai Olivér hozzátette, ha az ukránok leállítják a gázt Európa felé, az nem csak Magyarországnak, Szlovákiának és Ausztriának fog fájni. Az árak emelkedése ugyanis egész Európára hatással lesz.